Ez továbbra is a ma reggel az M1-en. Ilyenkor szokásos koronavírus körképünkkel folytatjuk. Nézzük már is a friss adatokat a nagyvilágból. A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja 438.533.000-et. Világszerte több mint 5.964.000-en hunytak el a vírus okozta szövődmények miatt. És van még egy adat, a beadott oltások száma átlépte már a 10.547.000.000-t. És most vissza Európába, ma is három országból kapcsoljuk, három európai országból, tehát tudósítóinkat, ez a három ország Szlovákia, Szlovénia és Olaszország. Körképünket kezdjük már is Szlovákiával, ahol több mint 11.000 új fertőzöttet regisztráltak február utolsó napján. Az iskolákban viszont enyhítettek a maszkviselési kötelezettségen. Komáromból Bartal Tímeát kapcsoljuk már is. A gyakorlatban mit jelent a mostani enyhítés? Az iskolákon kívül jöhetnek-e újabb könnyítések, és egyáltalán milyen a járványhelyzet? Jó reggelt kívánok! Ahogyan te is említetted, a járványhelyzet az egyelőre stabil, de még mindig sok a napi fertőzés szám, ami azt jelenti, hogy közel 22.000 tesztből több mint 11.000 lett pozitív, ez 51,5%-os fertőzöttséget mutat, tehát elég magas, viszont a járványügyi szakemberek szerint enyhülni látszik a járvány, és éppen ezért jöhettek az enyhítések is. Ugye több enyhítésről is beszéltünk már itt az M1-en, amelyek február 26-án léptek érvénybe, de egyébként hétfőtől az iskolákban is enyhítések léptek életbe, nevezetesen az, hogy az eddig olyan sokszor gyűlölt és már nagyon régóta, tehát hosszú hónapokon keresztül hordott maszkot levehetik a gyerekek legalább az osztálytermekben. Ez azt jelenti, hogy nem kell már maszkot hordani a tanórák alatt, viszont a közösségi terekben továbbra is, tehát ha kimennek például a folyosóra, a mosdókba, az éttermekbe, akkor továbbra is maszkot kell fölvenniük, de legalább az osztálytermekben a tanórák alatt 6 órán keresztül mondjuk nem kell hordaniuk a maszkot. Ez nagyon nagy engedmény azoknak a gyerekeknek, azoknak a kicsi gyerekeknek, akik hónapokon keresztül maszkba kényszerül. És egyébként a pedagógusokra ez nem vonatkozik annyi, hogy az FFP2 helyett szájmaszk is elég, de nekik a tanórán ezt még viselniük kell. Viszont az összes többi szigorítás, vagy az összes többi járványügyi intézkedés, amely életben volt, tehát a fertőtlenítés, a kézmosás, a szellőztetés, az továbbra is érvényben maradt az iskolákban is, és továbbra is tesztelni kell a szülőknek a gyerekeket, mikor visszatérnek. Ugye itt most Nyugat-Szlovákiában zárva vannak az iskolák, hiszen tavaszi szünet van, tehát mikor tavaszi szünetről visszajönnek a gyerekek, akik nagy eséllyel sieltek valahol a Tátrában, a szülőknek le kell tesztelniük őket egy otthon elvégezhető antigéntesztel, hogy nem fertőzöttek-e. Egyébként rájuk már nem vonatkozik a karantén kötelezettség akkor sem, hogyha például fertőzött személlyel kerültek kapcsolatba, tehát az iskolákban, az óvodákban és a középiskolákban már nem kell karanténba vonulni akkor, hogyha fertőzött személlyel kerültek kapcsolatba, de egyébként nekik tüneteik nincsenek, ők mehetnek nyugodtan az iskolába. A gyerekekről is szó van, a pedagógusokról és az iskolai alkalmazottakról is, csak annyi, hogy szájmaszkot kell, FFP2 maszkot kell viselniük. Tehát ezek azok az engedmények, amik megvannak, hogyha a gyerekek fertőzöttek, akkor természetesen otthon kell maradniuk karanténban legalább 5 napig, a tünetek súlyosságától függően, és utána pedig szájmaszkot kell hordani még következő 5 napig. Tehát az iskolákra vonatkozóan ezek a legfőbb engedmények, a többi engedményre március 28-ától lehet számítani. Szlovákiában tehát ezek a legfrissebbek. És folytassuk már is Szlovéniával, ahol bezárják az egyik legnagyobb oltási központot, amelyet egy éve nyitottak. Ennek oka, hogy szinte teljesen leállt az oltás. Több 100 000 vakcinát is elajándékoznak. Az országban csökken a napi fertőzöttek száma. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezik. Próbálják még ösztönözni a lakosságot a vakcina felvételére Szlovéniában, és egyáltalán hogy alakul a járványhelyzet? Szép jó reggelt kívánok! Annyira alacsony Szlovéniában az oltási hajlandóság, hogy napok óta szinte üresen állnak az oltási központok, így egészen egyszerűen nem éri meg fenntartani őket, nem éri meg lekötni a pandémia miatt már amúgy is nagyon fáradt egészségügyi személyzetet. Számokkal szemléltetve talán a legkönnyebb megérteni, miről is van szó, 302. Szlovéniában az elmúlt 10 napban pontosan ennyi személy vette fel az első
adag vakcinát, naponta tehát átlagban 30-an. És ha még az elmúlt 2-3 hónapban, főleg miután Szlovénia bejelentette, hogy február 1-jével 9 hónapra csökkenti az oltási COVID-igazolványok érvényességét, nagy volt az érdeklődés az emlékeztető oltás felvétele iránt, addig mára ez is jelentősen lecsökkent. Az elmúlt 10 napban naponta átlagban 430-an vették fel a harmadik adag vakcinát. Ez amúgy várható volt, az országban ugyanis 10 napja eltöröltek szinte minden korlátozást, így az emberek zömének már nincs is szüksége védettségi igazolásra, mindemellett pedig nem hagyható figyelmen kívül a javuló járványhelyzet sem. Az elmúlt héten összesen valamivel több mint 12 000 új esetet regisztráltak, egy héttel korábban pedig ez a szám meghaladta 28 000-et. Csökken a kórházi kezelésre és az intenzív terápiára szoruló páciensek száma, és mindez pedig nagy mértékben hozzájárul az oltási hajlandóság további eséséhez. Nem tudni azonban, hogy változtatna-e a helyzeten a Novavax fehérje alapú oltóanyag, hogy a nem beoltottak közül hányan vennék fel ezt a vakcinát, arról felmérés nem készült, de még ha valaki szeretne is ezzel az oltóanyaggal oltakozni, egyelőre nincs erre lehetősége. Szlovéniában ugyanis még nem érkezett meg a február második felére várt vagy ígért 35 000 adag Novavax vakcina. Nem is nagyon beszél róla senki, pedig a szakemberek véleménye itt is az, hogy megfelelő népszerűsítési akció mellett, amely nincs, nagy lenne az érdeklődés iránta, hiszen olyan oltóanyagról van szó, amely már évtizedek óta ismert technológián alapszik, és emiatt nagyobb lenne iránta a bizalom. Így van-e, vagy sem, az majd kiderül, amikor megérkezik Szlovéniába. Ebből a vakcinából egyébként az év első felére 200 000 adagot rendelt a kormány. Az oltás iránti alacsony érdeklődés miatt pedig az állam 200 000 Janssen oltóanyagot adományoz a COVAX nemzetközi vakcinaelosztási rendszerbe, a küldeményt elsősorban Latin-Amerikának és a Karib-térségnek szánja. Szlovénia után pedig zárjuk körképünket Olaszországgal, ahol eltörölték a karanténkötelezettséget az EU-n kívülről érkezők számára. Természetesen csak azok esetében, akik védettséggel rendelkeznek. Enyhítenek a védelmi intézkedéseken, de a halottak száma túllépte a 155 000-et. Rómából Sárközi Júliát kapcsoljuk. Az új intézkedések fényében pontosan milyen szabályok vonatkoznak a külföldről érkezőkre? Jó reggelt kívánok! Mostantól kezdve Olaszország nem tesz különbséget, tehát ugyanolyan szabályok vonatkoznak azokra, akik az Európai Unió tagállamaiból vagy ezeken kívülről érkeznek. Ezek az általános szabályok az oltás típusától függően az, hogy legalább egy adag oltást fel kell venni, bizonyítani kell gyógyulás esetén, hogy a betegségből az adott személy az elmúlt 6 hónapban gyógyult meg, és ezek hiányában vagy a belépés előtti 48 órában végzett antigén gyors teszt negatív eredményekkel, vagy az érkezés előtti 72 órában végzett PCR teszt. Lényegében eltörölték a karantén kötelezettséget azok számára, akik az Európai Unión kívülről érkeztek. Nincsen teszt kötelezettség már a határon, ezt is feloldotta Olaszország. Az oltás mindenképpen, a védettség mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Olaszországban látogatást tegyünk ide, eljöjjünk például húsvétkor is turistaként, hiszen oltási igazolás nélkül, átoltottság vagy emlékeztető oltás nélkül nehezen tudunk felszállni a tömegközlekedési eszközökre, nehezen tudunk múzeumban menni, szállodai szobát foglalni, vendéglőbe menni, kulturális vagy sportintézménybe, létesítménybe elmenni. Olaszország attól vár változást, hogy a miniszterelnök Mario Draghi bejelentette, hogy március 31-én eltörlik több mint 2 év óta folyamatosan meghosszabbított egészségügyi vészhelyzetet, tehát lehet, hogy mégis lesznek további enyhítések a húsvéti időszakban. Ami az alapvédettség igazolást illeti, tehát 1 vagy 2 oltással, ennek az érvényessége Olaszországban jelenleg 6 hónap, akik viszont emlékeztető oltást is felvettek, azoknak a védettség igazolása meghatározatlan időre szól. Ez nagyon fontos a magyarok számára, hiszen Magyarországon az emlékeztető oltás felvétele sokkal korábban elkezdődött, tehát van, aki már tavaly szeptemberben felvette az emlékeztető oltást, hiába telt el több mint 6 hónap, nyugodtan jöhet Olaszországba, az emlékeztető oltást bizonyító védettség igazolása határtalan időre szól. Megnövelték a stadionok befogadó képességét, és engedélyezték azt is, hogy a kórházakban ismét lehet látogatni a családtagokat.
Olaszországból hallottuk a legfrissebb információkat. Bartal Tímeának Szlovákiából, Magyar Lovics Mirjanának Szlovéniából és Árközi Júliának Olaszországból. Nagyon szépen köszönjük a tudósítást!